Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Interneten verte át az áldozatokat, több 100 000 forint kárt okozott a csaló. 9 ittas vezető egyetlen hét alatt, volt, aki börtönbüntetést kapott. 2 napon át ünnepelt Bogyiszló, a testvértelepülések is részt vettek az eseményen. Kakasdiak bringára fel, szemléletváltó program a lakosoknak. Az interneten vert át Tolna megyei vevőket egy férfi. Több 100 000 forinttal károsította meg őket. Egyre több ilyen eset történik, ezért érdemes néhány jó tanácsot megfogadni. Az interneten hirdetett több 100 000 forint értékű mezőgazdasági gépeket a csaló. Ketten is bedőltek neki Pakson és Dunaföldváron. Ők a pénz felét elutalták, majd elmentek a megadott címre, de ott nem találták a hirdetőt. Egyre több a hasonló bűncselekmény. A rendőrség szóvivője azt mondja, ha interneten magánszemélytől rendelünk, mindig tegyünk meg előtte egy óvatossági lépést. Mindig ellenőrizzük vissza az eladót, hiszen az internetes oldalakon már vannak olyan felületek, ahol visszaellenőrizhetjük őt, és meg tudjuk nézni, hogy milyen értékelést kapott korábban. A szóvivő szerint akkor is fontos odafigyelni, ha nem magánszemélytől, hanem hivatalosnak tűnő webshopról rendelünk valamit. Hogy abban az esetben, hogyha webáruházból vásárol, akkor mindig utánvétellel kérje az áru kiszállítását, és csak olyan internetes felületen fizessen, amely bankkártyát kér, és biztonságos oldalra irányítja a vásárlót. A szakértő azt mondja, ha valaki csalás áldozata lett, azonnal forduljon a rendőrséghez. Április közepéhez képest 383 millió köbméterrel nőtt a betárolt földgázkészlet, így a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai szerint május közepén 1,599 milliárd köbméter volt a hazai föld alatti tárolókban, ami 25,27%-os töltöttséget jelent. Az egyetemes szolgáltatónak az idén őszre 1,87 milliárd köbméter földgáz kell betárolnia. Az ellátásbiztonság érdekében nő a biztonsági készlet mennyisége is, ami 900 millió köbméterről 1,2 milliárd köbméterre emelkedik. A hiányzó 300 millió köbmétert október 1-ig kell betárolni. Az összes magyarországi tárolói kapacitás 6,33 milliárd köbméter. 9 ittas vezető ügyében hoztak ítéletet mindössze 2 nap alatt a Szekszárdi járásbíróságon. Volt közöttük, akire letöltendő börtönbüntetést kért az ügyész, és végül a bíró ezt indokoltnak is látta. 8 férfi és egy nő is a bíróság elé állt múlt héten Szekszárdon, alig 48 óra alatt. Bőven van dolguk az ilyen esetek miatt az ügyészeknek. A rendőrség ugyanis március óta még a korábbinál is szigorúbban vadászik azokra, akik több vagy kevesebb alkohol elfogyasztása után ülnek a volán mögé. Az ittas vezetés Magyarországon is, illetőleg Tolna megyében is az egyik leggyakoribb és egyben legtöbb veszélyt magában rejlő közlekedési bűncselekmény. Számos halálos kimenetelű, illetve súlyos sérülést magában hordozó baleset róható az ittas járművezeték terhére. A most elítélt 9 ittas vezető közül egyikük még balesetet is okozott. A bíró valamennyi esetben egyetértett az ügyészekkel a büntetés súlyosságát tekintve. A Szekszárdi járásbíróság gyorsított eljárásban az ügyész indítványnak helyt adva valamennyi vádlott bűnösségét megállapította, és őket ittasságuk mértékétől, előéletüktől, illetőleg a személyi körülményektől függően fogházbüntetésre, közérdekű munkára, illetőleg pénzbüntetésre ítélte. Valamint mindannyiuknak elvették a jogosítványát is. Az ügyészek 6 vádlott esetében fellebbeztek az ítélet ellen. Azt szeretnék, ha az eltiltott sofőrök hosszabb ideig nem ülhetnének újra volán mögé. Folytatódik a Nemzeti Népegészségügyi Központ, helybe visszük a szűrővizsgálatokat programja, közölte Müller Cecília, országos tisztifőorvos. Az NNK szűrőbuszai 2022-ben 54 településen, köztük Tolna megyében is megjelennek, hogy azon kisebb falvak lakosai is helyben vehessék igénybe a vizsgálatokat, akik lakóhelyük közlekedési adottságai miatt nehezen tudnak eljutni nagyobb egészségügyi intézményekbe. Az országos tisztifőorvos kitért arra, hogy Magyarországon és sok Európában
európai országban is a daganatos, valamint a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legnagyobb népegészségügyi problémát. Ezek ellen szeretnék felvenni a harcot, a megelőzésre helyezni a hangsúlyt, továbbá népszerűsíteni az egészséges életmódot. A szűrőbuszokban a vizsgálatok köre bővül, az általános állapot felmérésen túl már nőgyógyászati kardiológiai vizsgálatra, tüdőbetegségek kiszűrésére, anyajegyek, nyakiérek vizsgálatára is lehetőség van. A kezdeményezés 2018-ban indult, 2021-ig 371 településen, 416 szűrési napon több mint 30 ezer pacienst vizsgáltak meg, és a szűréseken 2021-ben megjelent több mint 5 ezer ember közül 3 ezernél találtak valamilyen elváltozást. Gyerekeknek és felnőttek számára egyaránt színes programokkal készültek a szervezők a Bogyiszlói falunapon. Volt motoros találkozó, habparti, koncert, birkafőzőverseny és utcabál is. A háromnapos rendezvény érdekessége, hogy egybeesett a testvértelepülési találkozóval, így 4 delegáció érkezett Székelyföldről, a Vajdaságból és Németországból, hogy a helyekkel együtt ünnepeljenek. A Bogyiszlói falunapon kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra legvonzóbb programot. Az esemény szervezői törekedtek arra, hogy minden korosztálynak kikapcsolódási lehetőséget nyújtsanak. A kavalkádot most testvértelepülési találkozó is színesítette, 4 delegáció is érkezett a háromnapos rendezvényre. Van egy délvidéken Törökfalu, aztán Schlitz Németországban, és 2 is van Erdélyben, Csík-Csicsó és Csernáton, az ők delegációik is itt vannak, és hát részt vesznek a programjainkon. Ügyességi vetélkedő, mérik össze ezek a települések és bogyiszlóiak a tudásukat. A testvértelepülésekkel a kapcsolat több évtizedre nyúlik vissza. A németországi kisvárossal, Schlitzel a néptánc a közös pont, a délvidékiekkel a foci, a székelyföldiekkel pedig iskolai diákcsere programok kapcsán ápolják a jó viszonyt. Csernáton községből 80 képviseltették magukat a falunapon. Nem az a dolgunk, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem az, hogy embereket összehozzunk, és tényleg, hogy az ifjúságnak ezt a lehetőséget megszerezzük, megteremtsük, hogy oda-vissza ez egy élő kapcsolat legyen. A hétvégi rendezvényen bárki megtalálhatta a számára tetsző programot, a szervezők törekedtek a sokszínűségre. Motoros találkozó, habparti, birkafőzőverseny, gyerekkoncert, ügyességi versenyek és utcabár is várta az érdeklődőket. Idén is május 23-a és június 23-a között gyűjtik a használt iskolatáskákat az ország minden általános iskolájában a rászoruló gyerekek megsegítésére, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A mosolytáska akcióban a kicsik a tanév végén felajánlhatják a még jó állapotban lévő, de már nem használt táskáikat, amelyeket a Máltai Szeretetszolgálat juttat el a rászoruló gyerekeknek. A hátizsákokat a felajánlók megtölthetik az év során megmaradt, de még nem használt írószerekkel, füzetekkel, vagy üresen is leadhatják a kapcsolattartó tanárnak. A mosolytáskát személyesebbé tehetik, ha a rövid jó kívánságot, biztató üzenetet helyeznek el benne leendő tulajdonosának, fűzték hozzá. A kampányban a szervezők arra törekednek, hogy a gyűjtés arra ösztönözze a gyerekeket, hogy a segítségnyújtás is természetes része legyen az életüknek. Egy új táska vásárlása ne csupán pénzügyi döntés legyen, hanem alkalom egy náluk nehezebb helyzetben élő társuk támogatására. Kerékpáros élménytúra, extrém BMX bemutató, bicikliverseny és még sok más program várta a kakasdi lakosokat szombaton a templom előtti téren. A szervezőknek a rendezvényel az volt a céljuk, hogy a nemrégiben átadott kerékpár utat népszerűsítsék, illetve felhívják a figyelmet a felelős közlekedésre. Extrém BMX bemutatót nézhettek meg a kakasdiak szombat délelőtt a Bringára fel szemléletformáló program keretein belül. A rendezvény célja az volt, hogy a nemrégiben átadott kakasd szép tölgyes kerékpárutat népszerűsítsék, illetve felhívják a figyelmet a felelős közlekedésre. A település lakosainak régi vágya volt, hogy biztonságosan közlekedhessenek a kétkerekűekkel egészen szép tölgyesig. Szeretnénk, hogyha együttműködőek lennek a kerékpárosok a többi közlekedővel, és viszont, tehát akár a autósok,
motorosok, a gyalogosok ugyanúgy figyeljenek a kerékpárosokra, biztonságosan tudjanak közlekedni balesetmentesen. Igazából ez a szemléletformálás ezt szolgálja, valamint azt, hogy Kakasdon eddig nem volt kerékpáros út, és fölhívjuk a figyelmet, hogy ezen például nem szabad közlekedni motorral, autóval. A rendezvényen nem csak az extrém sport bemutatót nézhették meg az érdeklődők, hanem egy közös biciklizésen is részt vehettek az új kerékpárúton, de számos más érdekes programmal is készültek a szervezők a lakosoknak. Lehet részt venni különböző programokon, aki kedvet kap, például egészséges életmód szűrése, felvilágosítás történik, gyümölcsöt kapnak ajándékba a résztvevők, feladatlapot lehet kitölteni az elhangzottakkal kapcsolatban, amit én most itt elmondtam, időfutomat tervezünk, szervezünk nyereményekkel, valamint az ott kitermelt fákból rönkök készültek, és ezeknek a díszítését szeretnénk megvalósítani. A terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően közel 2 kilométeres biztonságos bicikliúton kerekezhetnek ezután a kakasdi lakosok. Az idén 29. alkalommal megrendezett Virágos Magyarország versenyre június 15-ig jelentkezhetnek az önkormányzatok. A Magyar Turisztikai Ügynökség 5 települési kategóriában a kisfalvaktól a nagyvárosokon át várja a pályázatokat, amelyeket személyes látogatás során értékel a szakmai zsűri. Hozzátették, hogy idén több mint 10 millió forint értékben osztanak ki kertészeti utalványokat. A közlemény idézte Nagy Ildikó Rékát, a verseny nemzeti koordinátorát, aki azt mondta, a helyszínre érkező szakemberek segítenek feltárni a település rejtett értékeit, és segítő javaslatot tesznek azok fenntartható hasznosítására. Hozzátette, szeretnék megmutatni a zöld főtereket, a virágos utcákat, a legszebb fasorokat, az óvoda és iskola kerteket, a közösségi település szépítő programokat, valamint a legszebb tanösvényeket az egész ország nyilvánosságának. Az önkormányzati versenyről a Virágos Magyarország oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve érdemes követni a kezdeményezés Facebook oldalát is. 216 darab remekmű érkezett az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a Tolna megyei Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatára, amin óvodás és iskolás diákok vehettek részt irodalmi alkotás, szabadkézirajz vagy egyéb kézműves alkotás témakörben. A legkreatívabb Tolna megyei óvoda címet idén a szekszárdi Wonderland óvoda nyerte el, ahonnan 66 szabadkézi pályázat érkezett. Az iskolák között pedig a tolnai Wosinski Mór általános iskola érdemelte ki ugyanezt a címet. Nehéz volt kiválasztani a legjobb pályamunkákat a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság alkotói pályázatán. Az egyik legkreatívabb alkotás a Szegletes Dávid, Elekes András, Szlobodics Zalán által készített mozaikkép volt, mely a harmadik korcsoportban első helyezést ért el. A kép érdekessége, hogy újrahasznosítható anyagokból készítették. Szabadkézi rajzok között érkeztek temperás és zsírkrétás grafikák is, a zsűri legnagyobb örömére azonban egy vers is bekerült a legjobbak közé. Nagyon érdekes azt látni, hogy ő bennük ez hogy csapódik le, és hogyan tudják visszaadni, hogy számukra mit jelent a katasztrófavédelem, mit jelent a tűzoltók munkája. Tényleg nagyon hálás feladat, és nagyon nehéz tényleg azt mondani, hogy ő legyen az első, a második, ő a harmadik, hiszen a legtöbb alkotást tényleg jutalommal, vagy hát jutalmaznánk. Az alkotói pályázaton elindult gyerekek tudatukon kívül is elsajátíthatnak alapvető tűzmegelőzési ismereteket, hiszen utána néznek bizonyos dolgoknak, amíg a pályaművüket készítik. Ez az alkotói pályázat egy nagyon hasznos, és mindenképpen egy olyan dolog, amit a továbbiakban is szeretnénk továbbvinni. És nagyon-nagyon remélem, hogy hasonlóan az elmúlt évekhez, ugye az elmúlt évek a Tolna megye szinte minden alkalommal országos első helyen szerepelt bizonyos különböző kategóriákban, az idejévet is így céloztuk meg, és úgy látom, hogy van is rá esély, hogy a későbbi időszakban is nagyon jó eredményekkel tudjunk szerepelni az országos szinten is. Az alkotói pályázat tehát nem csak a gyerekek kreativitására és fejlődésére van jó hatással, a munkakészítése közben sok hasznos dolgot tanulhatnak. Regionális híreink következnek.
Hárman vehettek át Szepesi Ignác életműdíjat. A Pécsi Egyházmegye intézményeinek pedagógusait jutalmazták. Bővítik a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Még több kék kukát helyeznek ki a pécsi központi temetőben. Nyári napközis táborok Somogyban. Többféle foglalkozást tartogatnak az ötnapos turnusok. Baranya és Tolna egyházmegyei fenntartású intézményeiben dolgozókat köszöntötték pénteken. Felföldi László főpásztor nehéznek és rendkívül fontosnak értékelte az iskolákban, óvodákban oktatók munkáját, akik a jövő nemzedékét formálják, alakítják. Idén egy siklósi, egy paksi és egy pécsi pedagógus kapta meg a Szepessy Ignác életműdíjat. Idén május 20-án tartotta a Pécsi Egyházmegye pedagógus napi ünnepségét. Az egyházmegye fenntartásában 11 iskola és 9 óvoda működik Baranya és Tolna megye területén. Az ünnepi püspöki szentmise után Felföldi László főpásztor 3 pedagógusnak adta át a Szepessy Ignác életműdíjat, kiemelkedő tanári munkájuk elismeréseként. Idén Nagy Ibolya, a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Molnárné Fodor Andrea, a paksi Balogantal Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa, valamint Tomposné Kovács Edit, a Pécsi Szentmór Iskola Központ óvoda vezetője vehette át a rangos elismerést. Nagyon fontos az elismerés, hogy hihetetlen nehéz és rendkívül fontos munkát végeznek az iskolában a pedagógusaink, hisz a jövő nemzedékét formálják, alakítják. A díjazás mindig egy, azt gondolom, egy odafigyelés, egy elismerés, és igazából mindig egy ember kapja, de valójában a közösség kapja. És itt most az egyik iskola tanári kara együtt állt föl. Ez egy példaértékű. Látszik, hogy mindenki boldog, mert nem az volt, hogy na valakit kitüntettek, hanem együtt éreztek, együtt ünnepeltek. És ezt szeretném az iskolában, a tanári karokban megélni, hogy nyilván valakiket ki kell emelnünk, de ugyanakkor az mindig az iskolának, annak a közösségnek szól. Ez egy jutalom, ez egy odafigyelés, egy hálaadás, egy köszönet, azért a szép, eredményes, gazdag munkáért, amit végeznek. Az eseményről bővebben a május 26-án induló egyházmegyei magazinunkban számolunk majd be. Mici Mackó és barátai, erdei és folyóvidéki állatok. Mesefigurákkal díszítették ki a Pécsi Gyermeksebészeti Osztály falait. A Nevetni Kék Alapítvány mintegy 50 önkéntese, valamint meseillusztrátorok tették színesebbé a folyosó, a kórtermek és a játszószoba környezetét. Az átadáson emellett meglepetéssel is kedveskedtek a gyerekeknek. Ez a kisfiú és anyukája a Pécsi Gyerekklinika sebészeti osztályán vannak most. A részleg még tavaly októberben költözött át a Honvéd Kórházba, ugyanis a József Attila utcai telephelyen felújításokat végeznek. Az új helyen, bár minden feltételt biztosítottak a házigazdák, a falak egyszerű fehér színűek voltak. Éppen ezért kérték fel a Nevetni Kék Alapítványt arra, hogy varázsoljanak egy kis vidámságot a kórházi folyosókra és a kórtermekbe. Körülbelül 50 önkéntes segítette ezt a munkát, és kifestettünk 6 kórtermet, a játszószobát, meg a folyosót, olyan magyar illusztrátorokkal, akik egyébként így a mostani magyar mesekönyvekben szerepelnek az ő rajzaik, illetve a Disney-től is kaptunk engedélyt, úgyhogy például itt a játszószobába, hogy az ő engedélyükkel került fel a Mici Mackó. Az alapítvány már korábban is végzett hasonló tevékenységet a gyermekklinikán, illetve játékos foglalkozásokat is tartanak több alkalommal a kórház kisbetegeinek. Bár a sebészeti osztály egy kisebb egység, mégis nagy öröm a dolgozók, a szülők és a gyerekek számára is ez az apró gesztus. Itt ez jelenleg egy 6 kórtermes és 26 ágyas osztály, ahol vagyunk, és itt vagyunk gyakorlatilag szinte mindig telt házon, vagy kisebb-nagyobb hiányokkal, de itt dolgozunk. A mesefal bemutatása után egy kis meglepetéssel is készült a Nevetni Kék Alapítvány, egy általuk készített kincses ládával is kedveskednek a gyerekeknek. Igazi kincses láda, hogyha kinyitjuk, akkor különböző életkoronként a kártyán van a titok 0-tól 1 éves korig. Természetesen a sebészeti osztály dolgozói is megköszönték az önkéntesek munkáját, a jövőben pedig további együttműködésekre is nyitottak a felek. Ez mindenkinek könnyebbség, mindenkinek, aki dolgozik. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük. De szuper!
bővítik a szelektív hulladékgyűjtési lehetőséget a pécsi központi temetőben. A Biocom Nonprofit Kft. Mint üzemeltető már 2021. szeptemberében kék színű kukákat helyezett ki erre a célra, ezekből most 50 darab található meg a területen. A már meglévő 350 ketreces hulladékgyűjtőket is felcímkézték, ahol elkülönítettel lehet gyűjteni a zöld, illetve a vegyes hulladékot. Ezekkel a kék színű kukákkal már többen is találkozhattak, akik a pécsi köztemetőt látogatták az elmúlt időszakban. Az üzemeltető Biocom Kft. Kiemelt figyelmet fordít a környezeti terhelés csökkentésére, ezért szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki a sírkert több pontján is. Már 2021. szeptemberében bevezették ezt a rendszert, így háromféle hulladéktípus lehet elkülönítetten gyűjteni. Az üvegméseseket, illetve mindenféle üveghulladékot, a PET palackokat és az egyéb műanyag hulladékokat. Emellett ugye ketreces hulladékgyűjtőket is kétfelé osztottuk. Az egyikben vegyes hulladékot, a másikban pedig zöld hulladékot gyűjtünk. Ugye a szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy csökkenjen a hulladék lerakóba kerülő és később fel nem használható hulladékok mennyisége. Ez volt a célunk, ugye ezzel is, hogy bevezettük a pécsi köztemetőben. A társaság szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatai kedvezők. A temető látogatók többsége rendeltetésszerűen használja a gyűjtőket, a sírgondozás során keletkező hulladékot a megfelelő edénybe helyezik el. A pozitív fogadtatás miatt a közeljövőben tovább fogják bővíteni a rendszert, és a Rauch János Városi Sírkert megújítási program keretében a központi temető területén még több kék színű edényt helyeznek el. A hulladék elkülönített gyűjtésével így a pécsiek is aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a város elérje a 2030-ra kitűzött klímacélt, vagyis hogy addigra Pécs még zöldebbé, élhetőbbé váljon. Átlagosan 20 és 40 ezer forint között kínálják az idei nyári napközis táborokat Somogy megyében, de ennél többet is lehet fizetni egy 5 napos turnusért, tematikától függően. Nyelvi, természetismeret és sport, népi építészet és kézműves programokra is járhatnak a gyerekek a vakáció ideje alatt. A kaposvári Honvéd utcai ovisokkal telt meg a Szenna és Kanzen a napokban. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény foglalkozásaira folyamatosan érkeznek a gyermekcsoportok. Nem csak a tanév során, hanem a vakáció idején is várják a gyerekeket a tematikus táborokba. Évek óta működő Körmönfont táborunkból két turnust indítunk, július 11 és 25-i héten egy-egy heti napközis tábort. Ezek az elsőben 7 és 12 éves gyerekeknek szólnak, nagyon változatos programmal sütünk, főzünk, gyógynövényeket gyűjtünk, kirándulunk, nyilván népi sportjáték sem maradhat ki, egy kis mese, kézműves programok, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon gazdag programmal rendelkező tábor. A kicsit nagyobbaknak is készülnek táborokkal a Szenna és Kanzenban. Tavaly két tematika is debütált, ezeket a programokat idén is megszervezik, mondta Kovács Hegedűs Elvira. Az egyik az a gyapjú körül forog, elsősorban textíliák körül, tehát egy Szőrén Szálán nevű kis alkotótábor, ami június 20-ai héten kerül megrendezésre. Ide már egy kicsit 10-15 éveseket várunk inkább, akik egy kicsit kitartóban tudnak elmélyülni a tevékenységben, és ugyanígy egy kicsit idősebb, tehát a 15 évesekre szerveződik egy építő tábor is, ez a népi építész táborunk, ez pedig augusztus 8-ai héten kerül megrendezésre. Itt a múzeumban lévő népi építészeti technikákat tudják elsajátítani a gyerekek, bejárják a környéket is, felmérnek, aztán kipróbálják a sarazást, a kerítésfonást, és rajzolnak is. A Desedai Fekete István Látogatóközpont sem hagyja táborok nélkül a gyerekeket. Júliusban két turnust szerveznek. Minden napot igazából egy kis túrával, egy kis sétával kezdjük, amikor tényleg arra az adott élőlény csoportra fókuszálunk, és akkor utána megbeszéljük a látottakat. Minden napnak lesz egy tematikája, mondta Nemesné Sovány Krisztina, kiállítóhelyi koordinátor. Korábbi évekhez hasonlóan élménytábor a Desedán címmel fogunk napközis táborokat tartani idén is itt a Desedatónál. És ugye nálunk ez úgy működik, hogy ezek egy természetismereti témájú táborok, és minden nap ilyen tematikus napok keretében ismerkedünk meg az egyes élőlénycsoporttal. Van a növények napja, van rovarokkal foglalkozó nap, madarakkal, tücskökkel, bogarakkal, mindenfélével. A desedai programokra 7-12 éves korú gyerekeket várnak. Ide, valamint a Szenna és Kanzen táboraiba még lehet jelentkezni. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Interneten verte át az áldozatokat. Több 100 000 forint kárt okozott a csaló.
9 ittas vezető egyetlen hét alatt. Volt, aki börtönbüntetést kapott. Két napon át ünnepelt Bogyiszló. A testvértelepülések is részt vettek az eseményen. Kakasdiak bringára fel. Szemléletváltó program a lakosoknak. Kedden napos, valamint erősen felhős területek és időszakok váltakoznak. Helyenként eső is előfordulhat, főként a délelőtt folyamán. Mérsékelt, néhol kissé élénk keleties szél fúj. Késő délutántól éjszakában nyúlóan szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!